Jó estét kívánok a Magyar Televízió Pécsi Körzeti Stúdiójából, köszöntöm Önöket itthon. Mindenek előtt telefonszámunk, ez a 72-es körzetben a 210-224, adásunk végéig hívhatják, ha ötletük, véleményük van műsorunkkal kapcsolatban. Elsőként ismerkedjenek meg egy törvénnyel, amely mindannyiunk életét befolyásolhatja. Március 19-én fogadta el a parlament a területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvényt, amely május végén lép majd hatályba. A napokban Siófokon országos szakmai konferenciát rendezett a Magyar Urbanisztikai Társaság Piac és Település címmel. A társaság idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. A területfejlesztési törvény megalkotását követően közvetlenül megrendezett konferencia alkalmat adott arra, hogy a szakemberek megvitassák, milyen új lehetőségeket nyit meg a törvény a településfejlesztés és az igazgatás területén a jelen piaci helyzet kialakulása során. Az Európai Unió regionális politikájára voltunk figyelemmel, hiszen a törvényalkotás folyamatában már az integráció feltételeit is biztosítani kellett. Így alapvetően a törvény a decentralizációt helyezi középpontba, a partnerség elvére épül, bevezeti a programozási technikát, és hát figyelemben van más törvényekre, amit Európában úgy fogalmaznak, hogy szubszidiaritás, ami az önkormányzatok közötti viszonyrendszert tartalmazza. És hát alapvető célunk az volt, hogy legyenek szereplői a területfejlesztésnek, ne csak kormányzati szinten, hanem térségi szinten is. Ez a törvény az, ami Magyarországon először igazán a régió fogalmát megpróbálja bevezetni. Ebből adódóan tehát közvetlen kötelezettséget is jelent a jövőre nézve, hogy azt a kérdést teszi föl, hogy milyen módon lehet a régiókat létrehozni. Az van egy olyan természetes formája ugye a törvénynek, amelyben a megyék alkotnak különböző régiókat. Én azt hiszem, hogy ezt a megyéknek is tudomásul kell venni, hogy saját érdekük is itt Közép-Európában, hogy bizonyos történelmi gazdasági földrajzi régiókba tömörödjenek, nagyobb feladatok ellátása érdekében. A törvény foglalkozik egy másik régióval is, meg is nevez kettőt, ilyen az úgynevezett funkcionális régió, például a Balaton vagy a budapesti agglomeráció, ahol is a települések nagyon szoros együttélése alakítja ki azt az elválaszthatatlan együttműködési kötelezettséget, amit a törvény most kodifikál. Látjuk magunk előtt, hogy itt egy városi verseny alakult ki, városok verseny alakult ki, amiben hát mindenek előtt az a legdöntőbb, hogy Budapest nevű óriás ebben a városversenyben tulajdonképpen egy európai megapolis irányába fejlődik, tehát egy óriás város képét kezdi ölteni. Nem is a maga közigazgatási terén belül, hanem hát kialakult lényegében egy elővárosoknak egy olyan mintázata, hálózata, amely szinte már-már budapesti elővárost jelent. Én úgy gondolom, hogy például Győrig, Fehérvárig, sőt akár a Balatonpartig bezárólag elővárosoknak vagyunk a tanúi. Ami egy óra alatt elérhető Budapestről, vagy ahonnan egy óra alatt Budapest elérhető, az piacilag, banki szférát tekintve, biztosítási szolgáltatást tekintve, az bizony egy kvázi Budapest. Ez egy nagyon nagy változás. Itt van ugyanis az óriás váltok többsége, nagy multinacionálisok. A másik változás pedig az, hogy itt megjelentek óriás váltok egy-egy nagyvárosban, megyeszékhelyen, és ezek az óriás váltok lényegében birtokolják a várost. Tulajdonképpen, amikor most egy ilyen hálózatszerű terjeszkedése indult meg a tőkének, akkor nagyon lényeges, hogy egy-egy kisváros be tud-e fogadni olyan kisvállalkozásokat, erjeszteni tud-e olyan kisvállalkozásokat, amelyek rá tudnak kapcsolódni a nagyvállalatok, a nagy multinacionálisokra, mint beszállítók. A kamaráknak egyik alapvető feltétele, hogy minden területen a vállalkozás feltételeket javítsák. A kamarák részt kívánnak venni egyrészt a munkába, egyrészt a lehetőségekhez vérten anyagiakkal is, és mindenképpen azt szeretnék, hogy a tőhelyi önkormányzatok mellett a kamarák felvonultassák a széles körű társadalmasítást, a helyi érdekképviseleteket, a szakmai képviseleteket, a civil szervezeteket, ezek véleményét integrálva komolyan és hatékonyan bele szeretnének szólni a helyi stratégia kialakításába, és természetesen ehhez kapcsolódó döntésekbe is. Egy nagyon fontos és talán alapfeltétel mindenhez a pénz, az anyagi háttér megteremtése. Hát az anyagi háttér a mai igényekhez is mérten azt hiszem elég korlátozott. De mindenképpen az lenne a cél, hogy az a szűkös anyagi lehetőség,
amelyik ez év a költségvetésbe jóváhagyott területfejlesztés 50%, ami decentralizálásra kerül, ez mindenképpen minél több vállalkozó és egyéb tőkét vonzom még magához. Hát olyan célokra kell ezt fordítani, és olyan formában kell odaadni, kedvezményes hitelekként, kamottámogatás, és nem csak vissza nem térítendő támogatásként, amelyik regionális, helyi és esetleg külső tőkét is megmozdít, és akkor éri el a célját, ha ezzel a viszonylag korlátozott tőkével minél több egyéb forrás is a területre fejlesztés rendelkezésére áll. A kis települések és a városok területfejlesztési elképzeléseik megvalósításához kapnak központi támogatást? Igen. Alapvetően a megyei területfejlesztési tanácson keresztül ki kell dolgoznunk megyei fejlesztési koncepciókat, amiben meg kell fogalmazni a térségi prioritásokat, tehát mely kis térség, mely funkcióra, mely célra, milyen ágazat fejlesztésére alkalmas. Lesz ebben értékválasztás is, tehát nem eleve eldöntött dolgokról kell határozni, hanem vállalkozni, hogy mi a turizmusban hiszünk, mi a adott esetben egy iparág fejlesztésében, majd elválik, hogy melyik lesz a sikeres. És programjai kidolgozásához 70%-os támogatást kapnak a kis térségek, és ezek megvalósításához pedig már az adott cél arányában, tehát munkahelyteremtésre, infrastruktúrára, ezen belül falusi turizmusra, tehát sokféle célra, az már egy kicsit bonyolultabb táblázat szerint általában olyan 30-40%-os támogatást vehetnek igénybe. Mint hallottuk, a törvény után még tervszerűbben kell majd a megyékhez és a régiókhoz tartozó települések fejlesztésével foglalkozni. De addig is a legnagyobb fejlesztőerő a helyi közösség. Így van ez Balatonszentgyörgyön és környékén is, ahol felismerték, hogy ha saját erőből nem támogatják a helyi iskolát, akkor a gyerekek lemaradnak. Éppen ezért összefogtak és megteremtették a lehetőséget, hogy ne jelentsen hátrányt Balatonszentgyörgyön tanulni. A közelmúltban került iskolánkban átadásra nyelvstúdió, amelyet persze inkább oktatási stúdiónak neveznék, hiszen ez a stúdió egyéb más tantárgyak oktatására is kiválóan alkalmas, és tervezzük is természetesen más tantárgyak használatánál is. Mintegy egy évvel ezelőtt került sor egy sajátos meccenatúra keretében, jótékonysági bár keretében megteremteni az anyagi forrásait ennek a berendezésnek, hiszen korábban megfogalmazódott már nem csak a szülőkben, tehát a pedagógusokban és a szülőkben is egyaránt egy az idegen nyelv oktatását segítő infrastruktúrális fejlesztés szükségessége. Különösen azért fontos ez, mert hiszen földrajzi környezetünk indokolja, itt a megélhetés, elsősorban a megélhetés, a vendéglátás, tehát itt különösen fontos az idegen nyelv, elsősorban a német nyelv. Ezt kiválóan segíti az oktatási stúdió. Túl azon, hogy iskolánkban, hiszen a kor parancsa, stratégiai tárgy tulajdonképpen az idegen nyelv, prioritást élvez, igyekszünk minden erőnkkel azon lenni, hogy a kötelező, úgymond kötelező feladatokon túl is előnyben kiemelten kezeljük. Így tervezzük a jövőben az óraszám emeléseket, tehát szeretnénk elérni azt, hogy a jelenlegi 2-ről 3-ra, majd később pedig 4 óraszámra emelkedne a német nyelvoktatása hetenként, illetve a jelenlegi meglévő szakköreinket, amelyek alsó tagozatban teljes körűek, felső tagozatra is kibővíteni, illetve közös óhajunk lenne, amennyiben a feltételek majdan adottak lesznek angol nyelvű szakkör bevezetésére. Most ebben a nehéz gazdasági helyzetben, amikor az önkormányzatok nagyon nehéz anyagi körülmények között vannak, és egyre inkább nagyobb a szorítás, az anyagi szorítás, a helyi társadalom, tehát a falu tulajdonképpen a szülők, pedagógusok, vállalkozók fogtak össze, tehát nagyon széles körű összefogás eredménye volt ez egy közös cél érdekében, egy jól felfogott közös cél érdekében, és úgy gondolom, hogy példaértékű ez az összefogás itt a településen, illetve hozzáveszem még a környező falvak településeit is, hiszen ide iskolánkban Balatonberény, Balatonszentgyörgy, Hollád, Vörös és Tikos tanulói járnak be.
számítástechnikai labort sikerült az utóbbi évek folyamán viszonylag olcsón kiépítenünk, ehhez is támogatást nyújtottak, ajándékba kaptunk nem egy darab számítógépet ehhez a létesítményhez. Tehát én úgy látom, hogy egyfajta garanciát jelent ez a helyi társadalomban a vállalkozók rétege arra, hogy az iskola berendezései, infrastruktúrális körülményei javuljanak a jövőben. És még mindig az oktatásnál maradva, egy nem teljesen kerek, de igen tekintélyes évfordulót ünnepel a Tolna megyei Gyönk. Két tannyelvű középiskolája idén 190 éves. Az iskolalapítási évforduló egyik fő gondolata a volt gyönki diák Tolnai Lajos tollából származik, aki azt írta, itt kezdtem tanulni a valót, talán itt kezdtem tanulni az embert. Ennek a szép gondolatnak a jegyében oktatnak ma is, mint hallani és látni fogják. A Tolnai hegyhát csodálatos táján vagyunk, Gyönkön. Tolna megye középiskolái a reformkor előtt alakultak ki, mármint a két legrégebbi középiskola. A sok nemzetiségű terület és a sok vallású terület is szerepet játszott a két legrégebbi gimnázium kialakulásában. A legrégebbi iskola a gyönki jogelődje Nagyszékelybe alakult. Nagyszékelyben a református magyarok alapították, akik szerették volna, hogyha a református Nagyszékelyben fiaik megtanulnak németül. Két-három hónappal később alakult a nagyon híres Sárszentlőrinci középiskola, amelyet az evangélikus németek alapítottak a magyar Sárszentlőrincen, hogy fiaik megtanuljanak magyarul. Ma mindkét középiskola más településen működik, ugyanis nagyszékelyföldes ura robotoltatni akarta a diákokat, ezért 1812-ben átköltözött a barátságosabb Gyönkre. A Sárszentlőrinci középiskola Bonyhádon működik, mert a 48-as forradalomban rebellis Sárszentlőrinci diákok szálka volt a Bach-rendszer szemében, és a bécsi udvar felé barátságosabb Bonyhádra telepítették, ma is ott működik. A múlt század végétől számos középiskola alakult Tolna megyében, de két legrégebbi a Gyönki és a Bonyhádi. Engem, mint boldiákot, a gyönki évek a családias légkör szempontjából ragadtak meg, és úgy tudom, hogy a családias légkör, ami Nagyszékelyben alakult ki, a három diákkal tetszett, ma is megvan, ezt tudom, volt tanáraimtól, akik kollégáim lettek, és tudom a jelenlegi tanároktól is. Ez a rövid története a 190 évvel ezelőtt alapított gyönki gimnáziumnak. Az évfordulóra március 14-én emlékeztek a faluban. Jöttek az ország minden részéből a régi diákok. Emléktáblát avattak az iskolában, a református templomban pedig dr. Hegedűs Lóránt, a Duna melléki református egyházkerület püspöke, diákisten tiszteleten emlékezett meg az iskola alapítókról. Az ünnepségen részt vett dr. Nagyszékely Kek Antal, az alapító család leszármazottja is. Létesült egy alapítvány, amely alapítványhoz hozzájárultam én is. Ott meg kellett jelölni azt, hogy a tanulóknak melyikét jutalmazzák. Én kérem a hagyománytiszteletet, állapítottam. Tudnék, annélkül nincs jövő. Nem tudok mást mondani, mint azt, hogy a hagyományon keresztül az ősök, az elődöknek a helytállása és akarása, az legyen példa. És jöjjenek rá arra, hogy ezáltal tudott ez 200 évet itt megmaradni, ma is végzi azt a kultúrmunkát, amely kultúrmunkára akkor tulajdonképpen megalapítást nyert.
Mit gondolnak, hogy miért jön ide az ország minden részéből ennyi diák? Mi vonzza ennek a Cseppfalunak a gimnáziuma az embereket? Hát, hiszen ettől nagyobb hírű gimnáziumok is léteznek. Én magam is tanítottam itt, bocsánat, most, hogy hivatalos állami látogatók, emberek állapították meg, hogy az a családias, bensőséges, szeretet, összetartás, tanár-diák, ez máshogy nem találták. Ez tényleg ebben gyűlködszem egyedül. Székesfehérvárról, Székesfehérvárról Csaplovics, amikor idejött legelőször, híre volt, hogy milyen. Jött Székely János bácsi, azt mondja, emberek, ez egy Schulfuchs, és ez a Schulfuchs, mint ez az iskolaróka, a második látogatás alkalmával már vallomást tett, hogy ilyen helyre még ő nem járt, mint ide, és szívesen jött mindig. Szóval volt valami csodálatos, családias, kedves, nem tudom, ha falusias, az is csak elismerés minden esetre. Nem biztos, hogy az leszólás. Nem. Semmi. Úgyhogy azért mondom, ez is Gyöngynek egyik jellegzetessége, hogy kicsi, de... Hát volt annak idején, ugye voltak a diákbálok ott, ugye hétfő felőzőben már mi is iszogattunk, viaszták, buta. Hogy úgy áll, hogy lássanak. Út, egy őse bámulatos fészek, téged bámul józan is a részeg, ugye? Hogy volt ennek a dala? Jóska, énekeljük. Út, egy őse bámulatos fészek, téged bámul józan is a részeg. És úgy tovább. Téged bámul észak és a tél, napkeletről napnyugatra, nem tudom mit, te vissza vagy szatér, ugye valami ilyesmi volt. Hát a családi... Ezt mit csináltak ti? Főveszitek ezt a izéba? Hát ne őrítsetek meg! A családias légkőt úgy tudom megerősíteni, hogy én csak egy évet töltöttem itt el, 1945-ben összejöttem ide, addig Pestre jártam, és az a első 8. osztály volt, hogy én tátott szájjal hallgattam itt azt a barátságos viszonyt, és azt a tényleg családias légkört tapasztaltam itt, ami Pestén hát egy felfoghatatlan dolog volt a számomra először. És most azóta én, ezt, holott egy évet töltöttem el, ezt tartom a gimnáziumi éveimnek, mind a 8 nap, ezt az egy évet. A kétnyelvű gimnáziumba ma is jönnek a fiatalok az ország minden részéből. Hogy őket mi vonza, mit ad nekik ez a kisfalusi középiskola, beszéljenek erről ők maguk. Eleinte Győrbe akartam jelentkezni a Bences gimnáziumba, de sajnos oda nem vettek fel. Így hát jöttem Gyöngyre, hát legfőképpen a nyelvért, mert két a nyelv ez a gimnázium, és hát hallottam, hogy jó a sport, a kézilabda, és szeretek sportolni. Az általános iskolában is tanultam németet, és ezt a nyelvet szerettem volna tovább is tanulni. És különösen tetszett, hogy itt van nyelvi tanároktól lehet tovább tanulni a nyelvet. És ebben az évben fogok érettségizni, és persze jelentkeztem a Közgazdaságtudományi Egyetemre. Mondjuk a kedvenc utcám például az, ahol édesanyám lakott 20 évig, ugyanis ő is ide járt Gyöngyre. Tehát bizonyos képen a szüleim is ide kötnek ehhez a faluhoz. Székesfehérvárról jöttél. Hogy érzi a városi kislány magát falun? De eleinte nagyon tiltakoztam az el, hogy ide kelljen jönni. Végül is anyuik akarták, mert elég ritka az ilyen gimnázium, ahol ilyen magas szinten lehet a német nyelvet tanulni, és ez volt a meghatározó, hogy ide jöttem. Hát nagyon furcsa volt, hogy ilyen pici hely, alig pár lakos, és nem sok helyhova menni lehet. De úgy 3 év alatt most már nagyon jól megszoktam, és elég jó társaság alakult ki, és családias a hangulat, mint az iskolán, mind a kollégiumon belül. Nem véletlenül beszélgetünk itt emellett a plakát mellett. Lehet, hogy egy leendő kollégát tisztelhetünk önben? Hát elképzelhető, még minden lehet. Még annyira konkrét terveim nincsenek a jövőre nézve, de elképzelhető. Hát, hogy az iskola újságnak a vezetője, vagy főszerkesztője, vagy hogyan lehet titulálni? Főszerkesztő. Mi az újság címe? Einstein. És ez pedig egy rovat, a Szemfüles. Igen, az a Szemfüles. Ez hát talán a legkényesebb rovat az egész újságban, mert a párocskák vannak benne kifigurázva, szóval megtudhat mindenki mindent ebből a rovatból. Tehát ez egy ilyen kis házi pletyka? Rovat? Igen, nagyon jó megnevezés, pontos. Az újságíráson kívül mivel foglalatoskodik még itt? Hát kézilabdázom még az újságíráson kívül. Nagyon szeretem a sportot, már korábban is sportoltam otthon is. És hát hozzátartozik az iskola profiljához ez a sport, úgyhogy... Milyen szinten űzik ezt Milyen a sport? Szinten?
Éppen most voltunk területi döntőn, és helyt álltunk. Szóval ez az itt, jó barátokat lehet itt szerezni. A kis közösség annyiban, hogy tényleg kicsi az iskola, és ez a közvetlenség, ez úgy megjelenik mindenben tényleg. Amikor azt olvasom a Prima matrikulába, ez a legelső könyv az iskolából, hogy az iskola folyosóin mindig lehetett német szót hallani. Aztán a település kétharmada valaha német ajkú volt. Jelenleg egyharmada körülbelül német ajkú. Tehát mi elválaszthatatlanok vagyunk a mély gyökerektől és ezektől az értékektől. Na most, ha azt mondom, hogy ezek az értékek csak úgy életképesek, ha állandóan élesztjük őket, és csak úgy életképesek, ha mi úgy rakunk rá valamit, vagy teszünk hozzá valamit, hogy tovább gazdagodjék, akkor itt meg kell említenem egyfajta pedagógiai hagyatékot is, amire a kétnyelvűséget építeni lehetett. Ez az itt dolgozó pedagógusok áldozatvállalása, az itt tanuló diákot kötelességvállalása, fegyelemvállalása, tanulásvállalása, és természetesen azoké a szülőké is, akik Gyöngyöstől Komlóig idehozzák a gyerekeiket. Egy kis gimnázium vidéken, a Hegyhát keleti lejtőjén állandó küzdelemben állt a fönnmaradással, hogy mégis 190 év folyamatos működése vált lehetővé, az köszönhető a történetisége elején, 1806-tól a gyöngyi lakosoknak, mert közadalkozásból tartották fönt. Később a századfordulón állami támogatást kapott, de leginkább az itteni működő kisebb és nagyobb földesurak támogatása volt a számottevő. Napjainkban meg a Tolna megyei önkormányzat fenntartása alatt vagyunk, amely intézmény mindent megtesz annak érdekében, hogy tovább működjön ezzel a különleges feladattal, tehát a kétnyelvűséggel és a nemzetiségi oktatással. Még akkor is mondom ezt bátran, ha pénzügyi nehézségek, anyagi nehézségek azért adódnak. De közismert az intézmény országszerte, jelentős különösen az erkölcsi támogatás, Szolnoktól Zalaegerszegig, külföldi kapcsolataink is vannak, éppen tegnap érkeztek meg gyerekeink Darmstadtból, ahonnan újra kaptunk két számítógépet ajándékba. Tehát mindezek a kapcsolatok, amelyek nyilván nem elsősorban ezekre a tájti eszközökre épül, hanem egyéb jellegű erőt adnak számunkra, azt jelzik, hogy a küzdelem a létért most már azért átválthatott egyfajta olyan fönnmaradásra, ami biztos jövőt ad. Én ezekből az értékekből úgy tudnék a jövőbe tekinteni, mondjuk van egy konkrét célunk is e tekintetben, tehát azt mondom, hogy a meglévő értékek ápolása, de úgy, hogy közben egy európai szellemiségű műveltséget szeretnénk itt meghonosítani. Békés szigetnek tűnik ez a gyönki intézmény napjaink botrányoktól hangos iskola ügyei között. Éppen ezért adtuk örömmel közre mindazt, amit a kistolnai településen hallottunk. Nagyon sok töbletet ad, nem csupán kikapcsolódás jelent, hanem fel is szabadít, és úgy gondoljuk, boldogabbá is tesz tanárt és diákot egyaránt mindaz, amit az országos improvizációs találkozó tanárai és diákjai együtt képviselnek. Ők mutatkoztak be a hétvégén háromnapos programmal Pécsett, az Apáczai Csere János Nevelési Központban. A találkozót már második alkalommal szervezte meg a Nemzetközi Kreatív Zenei Intézet és a Pécsi Művészeti Szabadiskola. Improvizációt tanulni, illetve improvizálni annyit jelent, mint felszabadítani egy csomó olyan felgyülemlett feszültséget, stressz hatást, felgyülemlett fantáziát, ilyen fantáziás energiát, amely nem biztos, hogy az átlag életmódban létrejöhet. Tehát egyrészt van egy ilyen kellemes lélektani oldala is ennek a dolognak, az egy ilyen feszültségoldó szerepe. Másrészt pedig hát a művészeten belül is rengeteget segít, mert úgy gondolom, hogy kizárólag
klasszikus komoly zenei, konkrétan megírt darabokat tanulni, azt jelenti, hogy nem tudja az ember megélni a saját szabadságát, vagy a szabadság iránti vágyát. Most elsősorban elméleti jellegű, átfogó jellegű és bemutató jellegű akciókat állítottunk a középpontban. Ez nagyon erősen szellemi és érzelmi munka, és nagyon erősen emberi, etikai és szemléleti kérdés az, ami körül ez az egész második improvizációs találkozó gondolkodik, vagy történik. A Tatabányai Nemzetközi Kreatív Zenepedagógiai Intézet, ami 93 óta működik, nagyon sokban célkitűzéseiben, törekvéseiben hasonlít ahhoz, ami itt zajlik sokkal régebben. Ez egy bizonyos speciális területtel foglalkozik, az pedig tulajdonképpen minden olyan pedagógiai törekvést próbál felkarolni és reflektorfénybe állítani, ami nem fér be az iskolai zeneoktatásba, művészeti nevelésbe, amit úgy általában alternatívnak, vagy kreatívnak, vagy személyiségfejlesztőnek neveznek. Nem határolja el egymástól a művészeteket, hanem megkeresi azokat az analógiákat, átfedéseket, amelyeken keresztül el lehet jutni egy közös célig, közös megegyezésig. Azaz erősítik egymást ezek a művészeti irányzatok. Képzőművészek, akik foglalkoznak zenével, azokat a szerkezeti elveket, amelyeket a zenében tapasztalnak, tudják alkalmazni a képzőművészetre is. Itt magukról, a gyerekekről van szó, és az életről van szó, és azt hiszem, hogy pontosan azért fontos ez a találkozó, mert itt mód van arra, hogy az országból jövő emberekkel is újból végig gondoljuk azt, hogy mit jelent számunkra az, ha bizonyos dolgokat kapcsolataikban vizsgálunk. Itt ebben az iskolában mi a képzőművészet és a zene kapcsolatán keresztül tudjuk érzékelni azt, hogy a világ milyen egységes, és hogy minden kapcsolatban van egymással. A gyerekek az összefüggéseket, a tendenciákat, tehát az, hogy áll össze a világ egy egységes univerzumban, hogy ezt meglássák, ez lenne a pedagógiának a legdöntőbb feladat. És hihetetlen fontos összefüggésekre és természet meglátásra és törvényszerűségre jönnek rá ösztönösen. Az ösztönösséget ez sokat a komoly tudománynak is sokkal inkább meg kéne becsülni, mert lehet, hogy itt meg lehet találni bizonyos olyan igazságokat, amiken a tudomány évszázadokig gondolkodik. Hibázol, nem baj, a tovább lépés a fontos. Tehát, hogyha valaki megakad, elhibázza, akkor tudjon tovább lépni. És hogyha hibáját úgy tudja felhozni, tehát korrigálni tudja, az még erénnyé is kovácsolódhat ezáltal. Különböző alternatívákat mutatnak, amin el lehet indulni. És végül is a cél az egy. Tehát az, hogy a teljes, hogy egy emberek legyünk, ami a mai világban igen nehéz, hogy ember tudjon maradni az ember. Minden egészségesen gondolkodó szülő avval jön hozzánk, hogy a gyerekünkből nem művészt akarok nevelni. Azt szeretném, hogy legyen egy művészeti kultúrája, legyen egy egészséges szemlélete, és ha művész lesz belőle, az nem baj, de nem kell minden áron azt csinálni velük. De a zenészek között is, meg a képzőművészek között is olyanok vannak azért, akik ma már világjáró zenészek, vagy akik a velencei biennáli kiállító művészei, és az egész világon ismerik őket, és mind ebből az iskolából nőttek ki. I don't know.
Kultúrák Itthon című kulturális magazinját látják. Ismét egy jó hírrel folytatjuk műsorunkat. Van Pécsett egy kis csapat, melynek tagjai hétről hétre, hétfőnként összegyűlnek, mert szívesen vannak egymás társaságában is, mert mindannyian szeretnek festeni és rajzolni. Ismerkedjenek meg a pécsi meggyesi műhelyen. De én azt sem nem én vagyok az első és utolsó, aki azt tartja, hogy jó egy munka után egy hobbit fenntartani. Ki kézi munkázik, ki rajzol, ki köt, ki ezt, azt, amit társaságunk pedig festeget és rajzolgat. Ez olyan szenvedélyünké válik, hogy szinte nem is tudunk másra terelődni, ha hétről jön, ide jövünk. Mindannyian így vagyunk. Sőt, egy édes megjegyzése is volt a testvéremnek, hogyha hétfőn tartanám az esküvőmet, talán el se jönnél. És erre azt válaszoltam, az lesz a legjobb, ha nem hétfőn tartod, és akkor nincs probléma. Mindig ez az első és legfontosabb időtöltés, hogy ide jöjjek. Hogyan telik egy ilyen hétfői délután? Minden hétfőnek megvan a sajátos programja. A hónap első hetében mindig egy előadással kezdjük, ahol nyilvánvaló művészettörténeti, esztétikai problémákat bontogatunk. Nagyon fontos ez a látásmód a kulturálódás alakulásához. A második, harmadik héten komoly munka, tanulmányok, képalkotó munkát, a szakmai manuális munka. Az utolsó hét pedig a behozott munkáknak az értékeléséből áll. Otthon is persze dolgozik a társaság, mert ez kevés, ez a néhány óra. Elhozzák a munkáikat, és akkor itt megnézzük, de közösen mindannyian elmondjuk a véleményünket róla, nyilván én is. Én mindig megvárom, hogy a barátaim mondják el először a kollégáik munkáiról a véleményüket. Ön kapcsolatban van mindenféle kiállítással, ami a városban létezik, hiszen a Műhely Galériában is nagyon gyakran mindenféle kiállítások láthatók. Most a Meggyesi Műhely is kiállított. Mennyire érezte ezt a kiállítást másabbnak egy kicsivel, mint a többit? Hát ez az ember szíve csücske, ez a kiállítás, mert a Meggyesi Képzőművészeti Műhely 25 éves, és én a Meggyesi Képzőművészeti Műhelynek most már 20 éve tagja vagyok. Úgyhogy én nagyon szerettem volna, és hát meg is valósítottam, hogy a Meggyesi Képzőművészeti Műhely a 25 éves jubileumi kiállítását nálam rendezze meg. Tudva levőleg ez egy amatőr társaság, alapjában véve nem igazi művészekről van szó, ha lehet ezt így fogalmazni. A szakma hogyan viszonyul ehhez a Meggyesi Műhelyhez? Hát Pécset tulajdonképpen szerepelünk kiállítások, a megyei kiállítások, vagy Baranyában, és másik is országos kiállításokon. Pécsi művészek közül hát figyelnek ránk, de tulajdonképpen ilyen vágy nincs, hogy az ország első nagy kiállításán szerepeljünk, vagy valahol a Pécsi Galériában kapjunk, hát erről szó sincs. Kell tudni, hogy milyen lehetőségeink vannak, és azt szerint kell ütködni, nem ez a meghatározó. Én, hogy mondjam, nagyon boldog vagyok, hogy egy rangos zsűri zsűrizte a kiállítási anyagot, és hát a zsűri jegyzőkönyv alapján állította össze a csoportvezetőnk, a Pandur József a kiállítást. Úgyhogy azt hiszem, hát ebben azért benne van, hogy hát valamilyen egy limitet, egy szintet megüt ez a kiállítási anyag, mint ahogy a kiállítás már be is fejeződött, és úgy vettem észre, hogy a nagy közönség is és a szakemberek is jó kiállításnak tartották. Mindenkinek az az öröme, hogy ezt csinálja. Tehát mindegyik szívvel lélekkel teszi, amit tesz, és mindenki talál valami olyan kedves hangulatot, és van egymásra figyelést is, egymást segítjük. Azt hiszem, hogy a Sósnak egy különös ajándéka az, hogyha valaki így, mint mi mindannyian elbújhat a gondok elől a papír és a festék is a toll és az egyéb szerszámok mögé, és elfeledkezik a világról. Következő riportunk főszereplői sem titkolják, hogy ők nem hivatásos művészek. Egy dolgot szeretnének elérni, gondolataikat, érzéseiket kívánják színdarabjaikban megfogalmazni, közvetíteni másoknak is. Két évvel ezelőtt már született e célból színi előadás, a Tékozló fiú, mely körbejárt a Dunántúlt a Pécsi Hittudományi Főiskolások előadásában. Az új darab szerzője és főszereplője Iváncsics Tamás, aki 4 éve készül papi szolgálatra. A Damaszkuszt a tervek szerint a régió több városában és településén is bemutatják majd. Az ő gondolatai annyira határozottak, hogy ez csak a Szentírás szellemében,
és csak a hit légkörében lehet megérteni és előadni. Mi is erre törekszünk. Mi szeretnénk az ő gondolatainak, az ő hitének a hűséges tolmácsolói lenni, a magunk a szerénynél is szerényebb eszközeivel és tudásával. Kezdték halálok! Ez a darab, a Damaszkusz nem egy életrajzi mű, hanem sokkal inkább egy lélekrajz. Azt igyekszik bemutatni, hogy hogyan lett ebből a Saulból, ebből a véreskező keresztény üldözőből lánglelkű vértanú apostol. Ez sokkal inkább a belsőnek a cselekménye történése, mint a külsőnek, a külső emberé. Óriási gond volt nekem, hogy hogyan fejezem be ezt a darabot. Mi lenne a végén, hogy egy nagy kórus jelenet, vagy valami szép ének motívum. És a végén arra jöttem rá, hogy itt a darab legfontosabb kérdése az, amit Saul a damaszkuszi úton elmondott, hogy ki vagy te, Uram? Ez a felismerés annak, hogy itt valaki van, itt valakit fölismertem, valaki nekem előttem megjelent, aki nagyobb, mint én, akit nekem szolgálnom kell. És azt hiszem, hogy minden embernek, kivétel nélkül, hívő, nem hívő, keresztény, nem keresztény, ez igen fontos kérdés, hanem a legfontosabb, hogy ki neki az Isten. Ezen dől el minden. Bátran teljét az Úr üzenetét. Jó van, rossz van, meg, add tovább. Él és hirdesd Jézus Krisztus evangéliumát. Színház. Nem műkedvelő színészekről van szó, hanem itt a megélt hitnek, egy közösségnek, a Pál apostol hitével való közösségnek az elbeszéléséről. A magunk hitét beszéljük el akkor, amikor Pál apostolról beszélünk. Mai műsorunk utolsó beszámolója következik, mely egy sokrétű művész, Erdős János pécsi galériában nyílt kiállításán készült. Erdős János ismert díszlettervezőként, reklámgrafikusként, faszobrászként is, de talán legjelentősebb festői munkássága. Közismert róla, hogy több kiállítása volt külföldön, mint Magyarországon. Képei egész májusban megtekinthetők a Pécsi Galériában. Erdős János következetes, de nem a megváltozhatatlan állandóság értelmében. Már jó 30 évvel ezelőtt rátalált a saját útjára, tőle származó szóbeli közlés, én azonban inkább azt hiszem, hogy már így született. Arra van különleges képessége, hogy a dolgok burjánzó felületi szövedéke mögött felfedje a szerkezet kemény logikáját. Nincs ehhez sokféle elemre szüksége, mert a dolgok mélyében a legbonyolultabb struktúra is visszavezethető néhány alapformára, az élő éppen úgy, mint az életben. Elegendő hozzá akár két idom, mondjuk a háromszög és a négyszög, két arány, mondjuk az aranybetűzés és a tévedés, két szín, mondjuk a fehér és a még fehérebb, mert tévedés volna azt hinni, hogy erdős fehér képei egy színe. A vicc az, hogy a látszólagos leegyszerűsítés mögött féktelen permutációs változatosság rejlik, és akkor járunk el helyesen, ha Erdős alkotásait nem önmagunkban, egyediségében nézzük, hanem egymásba fonódó egész. De Erdős esztétikájának alapelveit megtartva, a következetesség teljességébe mind több különféle erőt kapcsol, színeket, formákat, arányokat, anyagokat, műfajokat, szobrázatot, kollást, festészetet és sok.
úgy viselkedik és úgy fejlődik tehát, mint maga az élet, egyszerre következetes és kiszámítható. Születtél Debrecenben, fölnőttél Pécset, először építésztechnikus, majd hamar művész tanár lettél a Pécsi Művészeti Szakképzőiskolában, ahol azóta is tanítasz. 1957-től vagy kiállító művész. Én 1960-ból emlékszem arra a Villanykövesdi Pince sor című képre, ami úgy tűnik, hogy sok év után újra visszatér a művészetedbe. És azt hiszem, hogy 1970 az a kiállítás, ahol az első fehéren-fehér képek megjelennek, ahol először lépsz ki a térbe a tárgyblokkétből, és aminek a szerves folytatása aztán egész következő negyed évszázados munkásságot. Te hogy emlékszel mindenre? Körülbelül ugyanígy. 57-ben a pécsi tavaszitálaton állítottam ki először. És attól kezdve aztán gyakorlatilag folyamatosan, évenként, ha nem is mindig itthon, de minden évben külföldön vagy egyéb országos kiállításokon. Való igaz, a Pince sor az egy előbbi korszakhoz kötődik, ami körülbelül 65-66-ban fejeződik be, és akkor kezdődik el egy teljesen új korszak, egy teljesen új világ, egy teljesen új motivumrendszerrel is, egy picit a folklorból merítve, egyre inkább leszűkítve a színskálát, egyre több a fehér, egyre homogénebbek lesznek a képek. És valóban 70-ben volt egy ilyen nagy összegező kiállítás, 82-ben ugyanezen a helyen, és hát most 96-ban ismét egy, ha nem is lezárás, hát egy összegezése az eddigi munkáknak. A dekorativitás fontosabb volt korábban, most sokkal tisztább, erőteljesebb motivumokból építkezel. Ma kevésbé érdekel a dekorativitás, bár azt hiszem, hogy az én munkáimban mindig jelen volt, félek tőle, hogy jelen is lesz, ez a kiegyensúlyozott harmóniára, szépségre való törekvés. Számomra minden esetre érdekes, hogy te az örök városlakó kiköltözöl egy picény faluba, onnan jársz bedolgozni, és nagyjából ezzel egy időben jelennek meg ezek a kifejezetten falusi motívumok a képeken. Azt hiszem, hogy minden festőnek, művésznek megvan a maga motivumvilága, választott motivumvilága, maga hisztériája, amit megpróbál állandóan körbejárni. Ha én visszatekintek a maga munkásságára, akkor azon kívül, hogy ez a folklorból indul el és jut idáig, ilyen meghatározó motívum volt az egyik a villánykövesd, vagy balkonya, vagy hajós, ezek a pincesorok, a másik pedig egy ilyen örökké visszatérő téma a rendnek és a káosznak, a játéknak és a szigorúságnak az ellentéte. De még visszatérve az előbb arra, hogy falura kimenni, és akkor jelennek meg, nem hiszem, hogy ez döntően, tehát a falura való kiköltözés döntően befolyásolta volna. Inkább hiszek abban, hogy ez a szakma ez egy egyszemélyes műfaj. Szóval itt ezt nem lehet ketten, hárman, négyen, öten csinálni, ehhez kell egy műterem, annak a műteremnek be kell zárni az ajtaját, ablakát, és hogy ezt hol tudom bezárni, Pécsen, New Yorkba, Párizsba, Zókon, teljesen mindegy. Én úgy gondolom, hogy itt sokkal több lehetőség van a bezárkózásra, vagy az elmélyültebb munkára, mint egy rohanó, nagyobb forgalmú városba. E kiállítás meghívóval kulturális magazinunk véget ért. A Pécsi Körzeti Stúdió legközelebb holnap 18 órakor a Dél-Dunántúli Híradóval jelentkezik. Az Itthon című kulturális magazin jövő héten a szokott időben látható. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, további kellemes szórakozást a TV2 programjához.